Élő zenés néptánc bemutatóval nyitotta meg standját a Kárpátaljai Magyar Turisztikai Tanács és a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei önkormányzat az idei utazás kiállításon Budapesten. Számtalan olyan ok van, ami azt indokolja, hogy a határmenti együttműködést jelentősen meg kell erősíteni, mondta el beszédében Grezsa István, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye és Kárpátalja együttműködésének fejlesztéséért és a Kárpát-medence óvodafejlesztési program koordinálásáért felelős miniszteri biztos. Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, annak városai Nyíregyházával az élen, nagyon komoly nemzetpolitikai feladatokat töltenek be a már említett közegészségügyi, infrastruktúrális fejlesztéseken túlmenően az élet minden területén. Például szeretnénk megerősíteni a kulturális együttműködést, hiszen a kárpátaljai plenerfestészet, ami a Nagybányai iskolának egy nagyon-nagyon szép, ma is élő hagyományát viszi tovább, az elválaszthatatlan Szabolcs-Szatmár-Bereg megye a kulturális vezető szerepétől. Tehát mind az élet minden területén törekszünk ezeknek az együttműködéseknek az elmélyítésére, és ez mind egy irányba mutat, hogy itt a Kárpát-medencébe, ha egy nemzeti közösségbe akarjuk szervezni az itt élő 13 millió magyar, akkor ebből nem hagyhatjuk ki a 150 ezer főnyi kárpátaljai magyar kisebbséget, és mivel a szükség nemzetiség független erőnkhöz mértem, vagy időnként talán erőnket meghaladó mértékben támogatjuk a Kárpátalján élő többséget is. Bár Szabolcs-Szatmár-Bereg megye turisztikailag fejlettebb, infrastruktúrálisan jobban kiépült, mint Kárpátalja megye, a határon túli fejlesztések és programok segítenek felzárkóztatni a térséget. Elkészült egy turizmusfejlesztési koncepció a Kárpátalja magyar lakta vidékére, a Nyíregyházi Egyetemmel közösen, és hát ennek a támogatására a Külgazdasági és Külügyminisztérium körülbelül olyan 500 milliárd forint áll majd rendelkezésre, amivel elsősorban szállásfejlesztésekkel fogunk foglalkozni. Azt kialakítottuk egy olyan minőségvizsgáló rendszert, amely lehetőséget ad arra, hogy a turista lássa azt, hogy tulajdonképpen az a hely, ahová menni szeretne, az a szállás az milyen minőségű. Továbbra is számos fesztivált, eseményt tervezünk ebben az évben. És ez a mai kiállítás, amit megjelentünk, is azt jelenti tulajdonképpen, hogy Kárpátalján él a turizmus. A magyar kormány többek között a Rákóczi Szövetség segítségével éleszti újra a kárpátaljai turizmust, melyhez civil csoportok számára akár utazási támogatásokat is nyújtanak. Arra bátorítjuk a magyarországi és a határon túli magyar közösségek egyházait, nagycsaládos szervezeteit, települési önkormányzati testületeit, tantestületeket, bármilyen olyan közösséget, aki kedvet érez arra, hogy meglátogassa Kárpátalját, az induljon el, pályázzon, egészen április elejéig ezt a pályázatot a Rákóczi Szövetség honlapján be lehet nyújtani. 250 ezer forintot tudunk felajánlani azoknak a csoportoknak utazástámogatásra, akik elindulnak. A kiállítás megnyitóján elhangzott, a kárpátaljai turizmus mintegy 50%-a már üzleti alapon jön létre, vagyis a megyébe érkezők fele a szabadidő eltöltése miatt érkezik Kárpátaljára.